egy észt genetikus, végre valahára megvizsgálta a mai élő finnugor népek genetikai rokonságát. Teljes genomvizsgálattal. És azt állapította meg, anélkül, hogy ránéznének az ábrára, elolvassák a címet, az magáért beszélt, az uráli nyelveket beszélő népek közös genetikai örökséggel rendelkeznek, kivéve a magyarokat. Oké? Okay? Tehát ezt állapította meg. Ugyan engem állandóan bombáznak azzal a nyelvészek, hogy mi köze van a nyelveknek, a kultúrának, meg a géneknek egymáshoz, semmi, mondják ők. Hát tessék, itt van a válasz egy jó nagy pofonként. Az összes finnugor nyelvet beszélő népnek a genetikai rokonsága kimutatható. Ráadásul, ez még sokkal többet mondó ábra, ugyanabból a cikkből származik, ha fölépítették a nyelvi családfát a legjobb tudásuk szerint, itt a nyelvi családfa, mi is ismerjük ezt a nyelvi családfát, itt vannak rajta a magyarok, a mansik és a kantik szomszédságában. Majd a genom analízis alapján, amit most csináltak frissen, fölépítették a genetikai családfát, hogy milyen távol vannak egymástól az egyes népek. És aztán nézzük meg, hogy a genetikai családfa és a nyelvi családfa milyen frankon ez egyezik. Szinte teljesen átfett. Tehát akik genetikailag távol vannak, azok nyelvileg is távolabb vannak egymástól. Ezek a piros vonalak mutatják ott, ahol diszkrepancia van. És hol van a legnagyobb diszkrepancia? A magyaroknál. Hát erre mondom én, hogy ezt nekünk meg kell tudni magyarázni, ezt a diszkrepanciát, mert azt jelenti, hogy a mai magyarok, azok úgy tűnik, hogy a finnugor népekkel nincsenek genetikai rokonságban, de ez alapján most már biztosan ki tudom jelenteni azt, ha megvizsgáljuk az összes Kárpát-merencébe valaha bejövő vagy itt tartózkodó népnek a genetikáját, és ebbe a családfába nem tudjuk beilleszteni, akkor az nem hozhatta a nyelvet. A nyelvet csak az hozhatta, aki ebbe a családfába beilleszthető. És ezeket a vizsgálatokat jelenleg végezzük, és még nincsenek meg az adatok.